2017-ben vezettünk be egy olyan komoly otthonteremtési programot, amely példanélküli Európában is, és ez az otthonteremtési program éppen azt szolgálja, hogy a gazdasági növekedésnek a serkentése mellett a családoknak a támogatására is tudjon irányulni. Hiszen hogyha valaki gyermekvállalás mellett dönt, vagy akik gyermeket nevelnek, azok több támogatási forma közül is választhatnak. Van a visszanemtérítendő családi otthonteremtési kedvezmény, emellett kedvezményes hitel lehetőség, ott a nemzeti otthonteremtési közösségeknek a rendszere, de lecsökkentettük 5%-ra az új értékesítésű ingatlanoknak az áfáját is, és áfa visszatérítési lehetőséggel is élhetnek az érdeklődők. Tehát az otthonteremtést számos elemű programmal támogatjuk minden eddiginél nagyobb formában. Nagyon népszerű is az otthonteremtési programunk, hogyha a családi otthonteremtési kedvezménynek, a csóknak az igénybevételi adatait nézzük, akkor az idei év első háromnegyed évének a lezárt adatai alapján tudom mondani, hogy több mint 30 ezer családnak tudtunk már a csókkal segíteni, és a támogatás mértéke is meghaladta az otthonteremtési programban a 67 milliárd forintot. Tehát úgy látjuk, hogy ez egy rendkívül népszerű és sokakat támogatni képes konstrukció. Ami a következő évet illeti, itt növeltük a családtámogatásoknak a mértékét, hiszen az országgyűlés által elfogadott 2017. évi költségvetésben további 10%-kal többet tudunk családtámogatásokra fordítani a 2016-os előirányzathoz képest. Tehát az látható, hogy az elköteleződésünk a számokban is megmutatkozik. Hogy konkrétan mi az, ami fontos változás 2017-től? Az egyik az, hogy a két gyermekes családoknak a családi adókedvezménye tovább növekszik. 2017. január 1-től családonként 30 ezer forintos havi adókedvezményt kapnak a két gyermekesek, tehát ez minden hónapban havonta 30 ezer forintos nettó megtakarítást jelent a két gyermeket nevelő családoknak.